Volt, hogy hazajöttem az iskolából, ő pedig minden különösebb ok nélkül fejbevágott egy pingpongütővel. Robert Harless-t rendszeresen bántalmazta mostoha apja, miközben ezt édesanyja tétlenül nézte. Értéktelennek éreztem magam, azon gondolkodtam, miért születtem meg egyáltalán? Miért nem lehet egy olyan családom, amelyik szeret? Tínédzserként Robert idősebb férfiak figyelmére vágyott. 16 éves volt, amikor találkozott egy meleg párral, akik bevezették a homoszexualitásba. Nagyon-nagyon vágytam a figyelemre. Érettségi után Robert melegbárokba kezdett járni Kaliforniában, ahol a férfiak ajándékokkal, pénzzel és droggal halmozták el szexuális szolgáltatásaiért cserébe. Ez eufórikus érzéseket keltett bennem. Úgy éreztem, mintha a világ tetején lennék, és mindenki engem akarna. Persze megvolt a saját életvitelük, de úgy éreztem, akarnak engem. Aztán 2001-ben megtudta, hogy HIV pozitív. Még mélyebbre süllyedt, hogy leplezze depresszióját. Ez döntés annak az életmódnak a következménye volt, amit választottam. Ahelyett, hogy megembereltem volna magam és szembenéztem volna a helyzettel, még jobban belevetettem magam az önpusztításba. Az első két évben minden reggel arra vágytam, hogy meghalljak. Volt, hogy úgy imádkoztam, Istenem, ha te vagy, add, hogy meghalljak. 2009-re előre haladott éjce volt, továbbra is küzdött drogfüggőségével, párja pedig erőszakossá és bántalmazóvá vált. Találkozott egy keresztény családdal, akik abba az étterembe jártak, ahol pincérkedett. Tudták rólam, hogy homoszexuális vagyok, mégsem ítéltek el. Nem kárhoztattak, csak szerettek. Elkezdtem egészséges kapcsolatot építeni. Ez segített Robertnek felismerni, hogy a férfi, akivel élt, csak kihasználta. Ez a személy eszembe juttatott minden rossz dolgot, amin addig keresztül mentem. Azzal manipulált, hogy vegyek neki drogot. Ekkor elegem lett. Ráébredt, hogy ha nem változik valami, meg fog halni. Annyira kiégtem, belefáradtam, és annyira beteg voltam fizikailag is, hogy már nem bírtam tovább. Képtelen voltam tovább így élni. Ha folytattam volna ezt az életmódot, valószínűleg ma már a temetőben lennék. Végül kilépett a kapcsolatból és elköltözött. Munkára jelentkezett egy turkálóban, mely az étteremben megismert családé volt. Ahogy továbbra is szerették és elfogadták, rájött, hogy Jézus Krisztusban van az egyetlen reménye. Az a szeretet, ami ebben a családban van, ez az, amire egész életemben vágytam. És tudtam, hogy ha Isten meg tudta ezt adni nekik, mert alapvetően tőle jön a szeretetük, ha ezt meg tudta adni nekik, akkor nekem is megtudja. De persze meg kellett tennem pár dolgot a változáshoz. Imádkozott velük, és átadta életét Krisztusnak. Azt mondtam, Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem. Tudom, hogy bűnös vagyok. Káromoltalak téged és a Szent Szellemet, és most arra kérlek, hogy bocsáss meg. Megtérek, és kérlek, hogy költözz a szívembe, és vezess engem is az életemet Jézus nevében. Amen. Ez volt az első alkalom az életemben, hogy békét éreztem, és pont, mint egy rajzfilmben, hogy mindig ott az a felhő az ember fölött. A villámlásból, ami le akart csapni rám, átmentem a sugárzó fénybe, ami körülragyogott. A gyülekezetben csatlakozott egy programhoz, ahol segítették legyőzni a függőségét. Azóta nem voltak homoszexuális vágyaim és megnyilvánulásai, mi már több mint 6 éve. Ez Isten műve. Betegségét ma gyógyszerekkel tartják kontroll alatt, így egészséges és aktív életet élhet. Hálás felesége Tereza szeretetéért és 3 gyermekükért. Van egy családom, amely szeret engem. Úgy, ahogy mindig is akartam, hogy a családom szeressen. Most már Krisztus békessége van bennem. Egész idő alatt szeretetet kerestem, de mindig a rossz helyen, mert csak annyit kellett volna tennem, hogy ő ránézek. Ő benne ott van minden, amire valaha vágytam. Teljesen megváltoztatta az életemet. Sokkal jobb ma az életem, mint bármikor máskor a múltban.